A kormány szerint 5 év alatt brutálisan emelkedni fog Magyarországon az átlagbér. A pénzügyminisztérium előrejelzése szerint 2022-re a nettó 300 ezer forintot is meghaladhatja az átlagos fizetés. A szaktárca szerint jövőre meredeken 8,4%-kal nő az átlag fizetés Magyarországon, és az emelkedés alig lassul az elkövetkező években, írja a Napi. A pénzügyminisztérium, PM, prognózisa úgy számol, a 2019-es 8,4%-os növekedést 2020-ban 8, 2021-ben és 2022-ben pedig további 7,5-7,5%-os gyarapodás követi. Ez pedig, írja alap, azt jelenti, hogy a 2017-es 206 ezer forintos nettó átlagbér 2022-re a 207-es bázisról számolva 52%-kal gyarapodva 314 ezer forint lehet. A lap azonban emlékeztet arra, a szaktárca emelkedő inflációval, jövőre 2,7%-os, ezt követően évi 3%-os pénzromlással számol, ami azt jelenti, hogy a reáljövedelem, vagyis az, hogy valójában mennyivel tudunk majd többet vásárolni a megemelt fizetésekből, visszafogottabb mértékben, 4,9, illetve 4,4%-kal növekszik majd.